A found footage műfaj az elmúlt években nem éli legszebb napjait, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne olyan alkotás, amely kiemelkedő ebben a zsánerben, hiszen ezt a sort erősíti az ideglelés, az Apollo 18, a REC és a VHS. 2022-ben Amerikában bemutatásra került a Death kísértett kísértetjárás című film, ami tovább növeli az emlékezetes produkciókat a found footage belül. A horrort végre a hazai nézők is fontos megjegyezni, magyar szinkronnal tudják fogyasztani, a screen Game streaming szolgáltatónak hála, és neki köszönhetően én is meg tudtam nézni, úgyhogy itt lesz a leírásban majd. Az oldaluk mindenképp csekkoljátok le, az oldalt nagyon faszak is horrorfilmek vannak fönt, úgyhogy beszéljünk arról a filmről, mert van miről beszélni, mert ez tényleg egy emlékezetes darab lett a found footage belül. A történet dióhéban annyi, hogy egy bukott internetes szelep úgy próbálja visszaszerezni követőit, hogy egy nem minden napi ötlettel áll elő. Betör egy elhagyatott kísértett házba, ahol állítólag egy fiatal nő egyszer öngyilkos lett, és a szelleme most a folyosókon bolyong. Azt tervez, hogy ötölt egy éjszakát, és élőben közvetít, mi történik. A dolog végül nagyon rosszul sül el, véletlenül felbosszant egy szellemet, a nagy visszatérési eseménye pedig valós idejű harcá válik. Bár ilyenkor minden normális ember megpróbál elmenekülni, viszont a nézői folyamatosan arra biztatják, hogy maradjon, ezzel pedig az életét kockáztatja. A műfaj rendkívül érdekes, hiszen nem egy hétköznapi dologról van szó. Röviden azt akarja a Found Footage kifejezés, hogy egy kézi kamera felvételén át ismerhetjük meg a történetet, a karaktereket, tehát szinte mindent, ami a filmmel kapcsolatos. Rengeteg hiba szokott becsúszni az ilyen tartalmaknál. A leggyakoribb, hogy remeg és össze-vissza mozog a kamera, amivel nem is lenne baj, mert hát ez nyilván hozzátartozik az egészhez, de amikor nem látunk semmit, az azért eléggé bosszantó tud lenni, és hát nem egy olyan eset volt, amikor nézhetetlenné vált az egész. Azonban a Deathstream ezt a bakit simán kiküszöbölte, és olyan profi munkát láthatunk kamerával, amit én már nagyon régen tapasztaltam. Azonban a profizmus nem csak a felvételek pazar kidolgozottságára igaz, hanem szinte majdnem mindenre. A film kiválóan építkezik, mindent a legelejéről mutat be, hogy megértsük a streamer motivációját, hogy mit miért csinál. Son karaktere a nyitó jelenetekben bővebben ki van vesézve, ahol láthatjuk, hogy mennyi őrült kihívást teljesített a szponzoráció és a nézettség érdekében, de van egy dolog, amit eddig még nem mert megtenni, egy éjszaka egy kísértet járt a házban. Son elmondása szerint keresztény és hisz a túlvilágban, de ez egyáltalán nem mutatkozott meg a már elkezdődött élő adásában azt lehet érezni, hogy nem veszi komolyan és hülyének nézi az ott élő, lakó szellemeket, amire rá is fázik elég rendesen. Tehát maga a karakter nagyon jól megvan írva, egyeseteknek lehet idegesítő lesz a meggondolatlan döntései miatt, viszont pont ez a film lényeg és a karakterének lényege. Továbbá a kommentelőkkel lévő beszélgetések is hibátlanul vannak prezentálva, és az is ötletes húzás, húzás volt, hogy a Twitch helyett Sona Livid felületén közvetít, amely nyilván egy fiktív streaming felület, és lényegében ugyanaz, mint a Twitch, csak éppen Livid a neve. Szóval tök jó, tök ötletes dolgok vannak a filmben. A film első nagyjából 30 percében egyáltalán nem találkozunk semmiféle szellemmel vagy bármilyen lényel, azonban annyira félelmetes, hogy sötében nem igazán ajánlom azt, hogy megnézzétek. A zseniális kamera beállításoknak, a hátborzongató helyszínnek és díszleteknek, illetve a félelemkeltésnek köszönhetően borzasztóan ijesztő lett a film, aminek során hát majdnem minden percében fél félni fogunk, és ez a legnagyobb pozitívuma a Death Streamnek, és ebből tényleg, ebből csillagos ötös lett. Egyedüli negatívunként talán azt lehetne felhozni, hogy néhol érződik az, hogy alacsony költségvetésből készült a film, hiszen a szörnyek eléggé érdekesen néznek ki, de ez lenne a legkisebb gondja a készítőknek, ha ilyen kevés pénzből egy ennyire szórakoztató és félelmetes darabbal tudtak előállni. Szóval összességében a Death Stream járás az elmúlt évek egyik legjobb found footage filmje, amely végig feszült és ijesztő tud maradni, minden percben azt érezzük, hogy most történni fog valami, de közben nem lesz semmi, és az alkotás csak játszik az idegeinkkel, ezt pedig egyáltalán nem bánjuk, és iszonyatosan be lehet fosni a filmtől. Alacsony költségvetésből ilyen jó horror csinálni, tényleg le a a készítők előtt, akik még a szellemek háttértörténetét is érdekesre írták meg, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, aki szereti a horrorfilmeket. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írátok le, hogy nektek hogy tetszett a Death Stream című film, hogyha láttátok, és hogyha nem láttátok, akkor pattanjatok fel a Scream weboldalára, fizessetek elő, és nézzétek meg a filmet, mindenképp megéri ezért a filmért előfizetni, de mást is egyébként rengeteg mindent találtok. Addig is iratkozzatok fel, szuper köszi. tudjátok miket kell itt csinálni a csatornán, el sem mondom még egyszer, legközelebb találkozunk. Szevasztok!